Az Al-Qaida jemeni szárnyába beépült amerikai ügynök leplezte le a terrorhálózat újabb merénylet kísérletét, jelentették be Washingtonban. A terroristák egy Egyesült Államokba tartó repülőgépet akartak felrobbantani, de a bombát a CIA-nak sikerült lefoglalnia, az ügynököt pedig már kimentették Jemenből. A terrortámadásra annak az Al-Qaida vezetőnek az irányításával készültek, akit egy amerikai robotrepülőgéppel a hétvégén likvidáltak Jemenben. Egy évvel Osama Bin Laden likvidálása után egyre aktívabb az Al-Qaida Jemenben. Az arab országban éppen a terrorista vezér halálának évfordulóján kíséreltek meg merényletet elkövetni egy Egyesült Államokba tartó repülőgép ellen. A CIA azonban még azelőtt lefoglalta a bombát, hogy a jemeni merénylő kiszemelte volna célpontját, így senki nem volt veszélyben. Úgy tudni, az Al-Qaida arab félszigeti szárnya annak az alsó nemű berejtett bombának a továbbfejlesztett változatával próbálta meg elkövetni a merényletet, amelynek segítségével 2009 karácsonyán egy nigériai terrorista kísérelt meg felrobbantani egy Amsterdamból Detroitba tartó utasszállítógépet. Ez az incidens is nyilvánvalóvá teszi, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is ébernek kell lennie. Mindent megteszünk azért, hogy megvédjük Amerikát, fogalmazott az amerikai védelmi miniszter. A nemrég beiktatott jemeni elnök azt ígérte, hogy leszámol az Al-Qaidával, amely már hatalmas területeket vont ellenőrzése alá a legszegényebb arab országban. Az Egyesült Államok pedig az elmúlt hetekben fokozta a szélsőségesek ellen robotrepülőgépekkel végrehajtott likvidálásokat. Egy ilyen dróntámadásban halt meg a hétvégén az Al-Qaida helyi vezetője is. Fahd al-Qassát azzal vádolták, hogy szerepe volt a jemeni Aden kikötőjében horgonyzó USS Cole amerikai hadihajó ellen elkövetett merényletben, amelyben 17 amerikai katona halt meg 2000. októberében.